Vicces reklámfilmekkel népszerűsítik a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolát. A vidék egyik legszínvonalasabb és legnépszerűbb felsőoktatási intézménye nem csak az ott élő fiatalok előtt áll nyitva. Az intézmény vezetőinek nem titkolt célja, hogy a közeli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, valamint a Apáciumból is várják a hallgatókat. Szerintük ezáltal Beregszászha térség oktatási központjává is válhatna. Március végéig bárki hozzáértő alkotó készíthet reklámfilmet a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola számára. Az intézmény vezetése ugyanis nemrég pályázatot hirdetett kampányvideó témában. Eszerint amelyik pályamű március 31-ig a legtöbb lájkot gyűjti be a főiskola közösségi oldalán, az kiemelt szerepet fog kapni az idei felvételi népszerűsítésében. Azt gondolom, hogy 21. században mindenki igyekszik minél jobban eljutni a fiatalokhoz, vagy egymáshoz is, és ennek megvannak az eszközei, technikai eszközei is, lehetőségei is, és mi csak bekapcsolódtunk ebbe a lehetőségbe. Azt tapasztaljuk, hogy újságot már nálunk is egyre kevesebben olvasnak a fiatalok, főleg a Facebookon és más oldalokon osztják meg egymással az információt. Товарищ рядовой Эмерих Александрович, ваш приказ сегодня ночью защищать здание бывшего венгерского суда. Ennek a kampányfilmnek a sztoria az, hogy Emerich Alexandrovics, szovjet közlegényt a felettese 1953-ban azzal bízza meg, hogy őrizze az egykori magyar királyi törvényszék épületét, valamint megtiltja a kulturális rendezvények szervezését is. Köztudott, hogy a szovjet megszállást követően laktanya működött az egykori törvényszék épületében, a főiskola mostani székházában. A katona azonban az éjszaka folyamán időutazáson megy keresztül, és 2017-ben ébred fel, és rájön, hogy mindaz, amit lát, szép és jó, és ízléses, és főleg már nem is szovjet. Kultúra, nauka, ó, Amerika, Beregszász. Mindegyik ötletes, nekem különösen azt tetszett, amelyikben a Beregszász Színház színészei is közreműködtek, azt találtam a leginkább ötletesnek. A pályamunkák között akad olyan, amely klipszerűen mutatja be a főiskola működését, hétköznapjait, de vannak olyan megszólalások is, ahol az intézmény diákjai üzennek a most felvételizőknek. Mivel magyar nyelven folyik az oktatás, így az anyanyelvemen tanulhatok. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sikeresen teljesítsem a vizsgáimat. Nagyon sok lehetőség nyúlik, hogyha ide jönnek a diákok tanulni, mert nem csak ukrajnai, de Európa szintű tudás van, és európai diplomát is kapunk. Szóval csak ajánlani tudom a főiskolát mindenkinek. Szerintem egy kiváló európai szintű tanintézmény, és csak jókat tudok róla mondani. Nekem ez második iskolámként szerepel, mert én most levelezős tagozaton vagyok, éppen első éves hallgató, és eddig tökéletesen meg vagyok vele elégedve. A Beregszászi Főiskola jelenleg az egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézmény Kárpátalján. Ajtaja nem csak az itteniek előtt áll nyitva, de várja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, valamint a párciumi felvételizni vágyókat is.